Williams Televízió. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának február 10-ei adását látják. Nézzük röviden a tartalmat. Évértékelés. Folytatjuk a stúdióbeszélgetést a város 2016-os eseményeiről. Visszatekintés. Sikeres évet zárt tavaly a Balla Péter Népdalkör. Jubileum. Február 4-én rendezték meg a 40. Sváb Bált. Múltidéző. Visszatekintünk az elmúlt 4 évtized sváb báljaira. Sport. Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a VFC. Náluk a labda. Aktívan kezdődött az év a kézilabdások számára. Február 18-án immáron 4. alkalommal rendezik meg Vecsésen a Böllér versenyt. A rendezvény helyszíne a főút mellett az Epres lesz. A Böllér versenyen a disznótoros készítése mellett számos program várja az érdeklődőket. Lesz állatsimogató, savanyúságverseny, valamint fellép többek között a Rozmarány tánccsoport és a Labdarózsa Népdalkör is. Adamek István emlékkoncert lesz február 24-én a régi József Attila Művelődési Ház épületében. A rendezvényen fellép a Haverok Band, a Dinosaurus Band, a Harag Fiai és a Blues Company. A szervezők a koncert teljes bevételét a 2014-ben elhunyt zenész fiának ajánlják fel. A program 19 órakor kezdődik. Február 26-án ismét lesz Strudelessen rétesevés a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében. A program vasárnap 16 órakor kezdődik a Grassalkovics Antal Német Nemzetiségi és Két Tannyelvű Általános Iskolában. A hagyományos farsang búcsúztató rendezvényen az érdeklődők megtekinthetik, hogyan készül a rétes, és természetesen meg is kóstolhatják azt. Egyedülálló koncertre készül a Vecsési Zeneiskola. Február 27-én a Liszt díjas, Kossuth díjas, hegedű művész Baráti Kristóf ad hangversenyt a Bálint Ágnes Kulturális Központban. A zeneiskola által szervezett hangverseny Bartók Béla születésnapjának 135. évfordulója jegyében szerveződött. Baráti Kristóf egy eredeti Stradivári hegedő játszik majd. Részletes tájékoztatást a koncertről a www.vecsesizeneiskola.hu oldalon olvashatnak. Folytatjuk a múlt héten rögzített stúdió beszélgetést Szlahó Csaba polgármesterrel és Alattyány Istvánnal, a gazdasági bizottság elnökével. Az évértékelés során górcső alá vettük az előző év főbb beruházásait, közösségi eseményeit és a városvezetés jövőbeni céljait is. Folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Szlahó Csaba polgármesterrel és Alattyány Istvánnal, a gazdasági bizottság elnökével, akikkel a 2016-os esztendőt elemezzük. Üdvözlöm Önöket ismét a stúdióban. Szépen lassan közben átsiklottunk, hogy a 2016-ról 2017-re és az azt követő évek jövőbeni terveire, de hát szerintem ez így normális, hiszen egy beruházás nem január 1-én kezdődik és december 31-én ér véget. Ha már viszont ilyen jövőben mutatóan beszéltünk és az elkövetkezendő évek vagy év terveiről, mi minden lesz még? Úgy tudom, hogy elektromos töltőállomásra is nyertek pályázatot, illetve azt is meg kell, hogy kérdezzem, hogy megépülhet-e záros határidőn belül, vagy belátható időn belül a 0202-es út? Hát én akkor kezdeném azzal, hogy az elektromos töltőállomás valóban bent van a pályázatunk. Én azt gondolom, hogy a kiírás szerint én azt gondolom, hogy ez egy sikeres pályázat lesz. Az első ilyen próba állomást az Epresbe fogjuk megépíteni. Meglátjuk, hogy fog funkcionálni, de terveink között van még körülbelül 2-3 ilyen állomásnak a megépítése. Amit még én nagyon fontosnak tartok, és az idejében nagyobb feladatunk lesz, hiszen tavaly a BM pályázaton sikeresen szerepeltünk, ennek megfelelően idén az Zöldfa utcát meg tudjuk építeni, teljesen fel tudjuk újítani, hasonlóan a Zrínyi utcához, már csak a hasonlóság azért is, mert ott is teljes bekötést, cserét fogunk végrehajtani, és ennek a pályázatnak a másik része, ez körülbelül egy olyan 30 millió forintos beruházás lesz maga az útépítés, illetve a másik, amilyen sikeres pályázatunk volt ugyanezen a BM pályázaton, ez a központi konyhának a felújítása, azt is idén el kell kezdenünk ezt a beruházást, amelynek két részlete van, van egy eszközbeszerzés, illetve maga az épület rekonstrukciós része, aminek a nagy részét maga a légtechnikai beruházás fogja kitenni, de itt is lesznek homlokzatszigetelés, földnémszigetelés, elektromos felújítások, homlok
hálózati szigetelésből áll össze majd így komplexen a központi konyhának a teljes rekonstrukcióval. Ezt az idejében a pályázati kiírásnak megfelelően el kell végeznünk, és a pénzügyi elszámolás határideje 2018. február vége. És ami nagyon fontos, ugye most vannak ezek a úgymond kompenzációs pályázatok, amelyeket kiírtak. Ezen a kompenzációs pályázaton most elindultunk, döntést hozott a képviselőtestület. Itt a Kereszt utcát, illetve a Róder Imre utcának a felújítására pályáztunk be. Ezt azért gondoltam fontosnak megemlíteni, hiszen hogyha a kis sorompón átjöve a központi részt szeretnénk megközelíteni, akkor mind a Zöldfa utca, én azt gondolom a Róda Imre utca, Kereszt utca, ez egy rendkívül forgalmas és pontos utcák, és hogyha mind a három utcát most ez a pályázatunk is sikeres lesz, akkor így komplexen ezt fel tudjuk így újítani. Hát így van, tehát ahogy megfogalmazódott, egy pályázatnak a kivitelezés, tehát a tervezéstől a megvalósulásig azért több év, lehet másfél jó esetben, de ez többnyire azért három év. És én ezt vettem észre, hogy az előző EU-s ciklusban is gyakorlatilag három év után kezdődtek el a beruházások. Tehát amíg ment a matekozás, elbírálás, hiánypótlás, tehát van bőven mit csinálni. Ott a központban is, és nekünk is, de hát azt gondolom, hogy előbb-utóbb most már révbe kell érjen néhány dolog, és ne feledkezzünk el arról, ami már elhangzott. A városgondok kiköltöztetése kapcsán, tavasszal terveznek egyébként kiköltözni, hogy azt a területet mi szeretnénk ugye egyrészt intézményi területnek megtartani, másrészt pedig esetleg lakóházak számára felparcellázni, vagy ha kell, akkor esetleg kis játszóteret ott létrehozni, de hát ott közel van a Présháztér, tehát nem biztos, hogy abban gondolkodnunk kell, de ami a lényeg, hogy be van adva egy komplett bölcsőde pályázat. És ennek a helye, ez pont ott lenne a mostani városgondoknak a helyén, és ez a beruházás is gyakorlatilag most már több mint, hát majd egy éve megszületett az ötlet, a tervek bekerültek áprilisba, elbírálásra várunk, kaptunk hiánypótlást, most úgy néz ki, hogy az idén évelején valamit mondaniuk kell, vagy át, vagy bét. Bevontuk az egész várost, minden érintettet, ugye a védőnökön keresztül, óvónéniken keresztül, mert óriási az igény. Tehát van egy szép új bölcsödénk, aminek van 60 férőhelye, de hát a városban nyilván nagyobb az igény, és hát ezt a kapacitás bővítéssel próbáljuk kiaknázni. Azért azt tudni kell, hogy a bölcsöde az egyik legdrágább intézményi forma, amely az önkormányzatnak még mindig, tehát körülbelül a működési költség felét az önkormányzat kell, hogy állja. De úgy vagyunk vele, hogy a kisgyermekes családokért és a családtámogatásért azt gondoljuk, hogy ezt megéri mindenképpen megtennünk. És hát valóban nagyon sok olyan jövőben mutató tervünk van, amelyet egyelőre még csak papíron vetettünk le, de hogyha jobban meggondoljuk, hogy az intézményi beruházások közül például a városközpontban a leglerobbantabb épület, akárhogy nézzük, ez a polgármesteri hivatal. Hozzám befolyik a víz, többieknél mondjuk, hogyha gyertyával világítanánk, elfújna a szél a gyertyát, hogyha olyan szeles napok lennének, mert olyanok a nyilászáróink. De úgy voltunk vele, hogy amíg végig nem érünk az intézményeken, addig nem akarunk hozzányúlni a polgármesteri hivatalhoz. Nekünk az az arszpolitikánk, hogy előbb legyenek meg az intézmények, és akkor utána tegyük rendbe a magát a polgármesteri hivatal, de már eléggé tarthatatlan volt az. De ez majd nem jelenti azt, hogy amikor felújítják a polgármesteri hivatalt, akkor mindennel kész vannak, mert akkor kezdhetik az egészet előről, illetve új igények jelentkeznek, majd gondolom. Hát ez mindig így van. Tehát ez olyan, mint egy családi ház. Tehát ha kijavítok egy csavart, akkor utána mások kiesik. Tehát ez tény is való. De hát ez nem is baj, ilyen az élet, ez nekünk tudni kell. Tehát a városközpont beruházásokat is azért, az Ötös utcát is azért csináltuk meg. Az Ötös utca után én szeretném majd a Miklós utcát, végre a mozépület elkelt. Annak van egy tulajdonosa, az most már éves szinten rá akar költeni x millió forintot. Nekem elmondta, hogy mennyit, mi ebbe támogatjuk, csak hogy haladjunk, hogy ne az az ocsmány épület legyen ott, ami volt régen. És ott van a posta, a régi posta épület, amivel szintén majd szeretnénk kezdeni valamit, és amelyre megvannak az ötletek. Tehát most a polgármesteri hivatal látványos felújítási része következik, ugye belül dolgoztak idáig, szeretnénk a tető, az palatető, azt úgy kell elképzelni, körülbelül 35 dőr van fönn a tetőn, amely szinte a tető szerkezet szinte életveszélyes. Tehát borzalmas állapotban van, tehát új tető, ezzel kezdünk, illetve ezzel folytatunk, inkább így mondom, és utána lesz az a nyilászáró csere, meg a külső homlokzati szigetelés, amely azért látványossá teszi a beruházást, és ugyanez igaz az András iskolára is. Tehát ezzel fogjuk azokat befejezni, és megmondom őszintén, tavaly áprilisban adtuk be a pályázatokat, az épületenergetikai pályázatokat, amely pont a mostani ütemre szólnának, munkafázisokra helyesebben, de nem nagyon látjuk az elbírálást még mindig,
és azt ígérték annak idején, hogy ezt egy hónap alatt elbírálják. Na most hát ez még nem sikerült. 11-ként adtuk be az országba egyébként ezeket a pályázatokat, tehát nagyon föl voltunk erre készülve, tudtuk, hogy jönni fognak. Reméljük, hogy most januárban lesz eredmény. És akkor azt tudjuk mondani, hogy nem saját pénzből kell megcsinálnunk, hanem kapunk rá állami támogatást, mert ezt mindenképpen meg fogjuk csinálni. Mert ezt a szerencsétlenkedést, megmondom őszintén, már nagyon untam, és az igazság az, hogy nem is volt tartható. Az iskola is nagyon lerobbant állapotban volt, és még ott sok más dolgunk van, és az önkormányzat is. Egyébként a pályázatok és a környezettudatos önkormányzat szintjén is próbálunk azért előrelépni, meg képezni magunkat. Két ilyen uniós pályázatban is benne vagyunk, az egyiket a norvég alapfinanszírozza, amely a reptéri környezet és a gazdaságfejlesztéssel foglalkozik, munkahelyteremtéssel. A másik pedig egy bolognai irányítású projekt, ezt Szulpiternek hívják, ez pedig a károsanyag kibocsátás, CO2 kibocsátás, főleg a frekventált logisztikai területek. Tehát ez egyébként különösen érint bennünket, úgyhogy ezen is részt veszünk. Most, hogyha nem is azonnali eredmények vannak, de hosszú távon a szemléletben és a gondolkodásban megjelen. Van egyébként problémánk nyilván, ahogy elhangzott, amit szeretnénk megoldani mi is, 0202-es út, de azért egy kicsit túlzónak érzek bizonyos lakossági lépéseket ebben az ügyben. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ott mi a probléma. Az biztos, és ebbe egyetértek az ott lakókkal, hogy gyorsan mennek az autók. Tehát ezzel nyilván kell kezdenünk valamit. Az, hogy onnan iktassuk ki a forgalmat, meg a teherforgalmat, ez elképzelhetetlen. Tehát ez egy átmenő út volt mindig. És aki azt találja mondani, hogy ez most egy év alatt növekedett meg a forgalom, az szerintem nem állít helyén való dolgot. Itt babádi gazdaság volt. Ott volt annak idején a Mavad átvevője, ott volt a Richter Gedeon, tehát itt mindig is volt teherforgalom. Nyilván a logisztikai parkokkal az elmúlt 15 évben az új vállalkozásokkal nagyobb lett a teherforgalom, de ezeknek valahol menni kell. És aki most vesz házatot, tehát egy-két éven belül, az nem is értem, hogy ezen miért csodálkozik. Tehát most úgy őszintén, ezt nem nagyon értem. A régi lakók nyilván sokkal jogosabban panaszkodhatnak, mi nekünk az a dolgunk, hogy ezt próbáljuk kezelni és megoldani, lassítani a forgalmat. Mi is tudjuk, hogy mi a végső megoldás, de itt bármit teszünk, bármilyen forgalom korlátozó vagy forgalom lassító intézkedést, az kihat az egész város életére, és ha kiteszünk mondjuk 30-as táblákat, az a lakosság 85%-ának vagy az arra járóknak mondjuk a 95%-ának nem fog tetszeni. De ki kellett tennünk, mert bírósági per van, illetve hát most a beadványba olyan követelések voltak megfogalmazva, és a bíró állandóan azt kérdezi, hogy az önkormányzat mit tesz annak érdekében, hogy itt lassuljon a forgalom. Tehát bizonyos kényszerlépéseket nekünk is meg kellett tenni. Ugyanakkor a végső megoldás, mindannyian tudjuk mi, az elkerülő útnak a megépítése. Most ezen dolgozunk, ez se olyan egyszerű, mert nem saját területeink vannak, ki kell sajátítani, le kell jegyezni területeket, meg kell egyezni a lakossággal, ugye az úttervek azok nagyjából készen vannak, de a szomszéd önkormányzatok miatt ugye szükséges az is, hogy környezeti hatástanulmányt végezzünk, mert ugyan ők nem érintettek az útépítésen, de ha bekérik magukat az eljárásba, akkor már érintettek lesznek. Tehát azért ez minden mindennel összefügg. És, hogy ne a vizet gerebjézzük, eddig ilyen pályázat nem volt, ami külterületi nagyforgalmú út megépítésére szólt volna. Úgy döntöttünk, hogy nézzük meg annak a lehetőségét, hogy hogyan és miből tudjuk saját forrásból ezt megvalósítani. Az elmúlt 10 évben valóban folyamatosan nő a forgalom, az egész országban és itt a városban is, de nem csak a Szöcsény úton, hanem mindenhol máshol egyébként, és ennek köze van az útdíjak bevezetéséhez is értelemszerűen. Mert aki a négyesen lakik, az meg azért panaszkodik, vagy a Dózsa-György úton, az meg azért. De az döntött el a testület, hogy megvizsgáljuk a hitelfelvétel lehetőségét, hogy ugyan már kaphatunk-e hitelt arra, hogy mi ezt a 0202-es utat megépítsük. Mert ugye fedezet nélkül mi nem tudunk kötelezettséget vállalni, mert volt ilyen igény, hogy mi azonnal vállaljuk el, és írjuk le, és vállaljunk kötelezettséget, hogy ez 2018 vagy 17 áprilisig, augusztusig elkészül. Nem tudunk ilyet vállalni, mert fedezet nélkül nem lehet kötelezettséget vállalni az önkormányzatnak. Tehát tudjuk a hosszú távú megoldást, de én minap jártam egyébként Szentendrén, hát nem tudom, hogy ott a 11-es úton járt-e az illető, aki állandóan panaszkodik a Széchenyi utca forgalmára, de hát elmehetne oda is. Azt megnézhetné. És nem is tudom, hogy mi lesz itt ugye az eljárás vége, mert hát nagyon sok olyan forgalmas út van, ennél 10-szer forgalmasabb,
országos főút, ami átmegy a településeken. Ezt csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, de tudjuk a dolgunkat, és próbáljuk is tenni. Nem az önkormányzat vagyunk, aki úgy érzem legalábbis, és ez az arcpolitikánk, hogy felülről beszélünk a lakossággal, mi partnerek vagyunk, és együtt akarjuk megoldani. Tehát én nekem nyilván nem tisztem, hogy bizonyos közösségi csoportokba elhangzó dolgokra reagáljak, mert ugye akkor másból se állna a napom, csak ilyenekkel foglalkozni. De nem értem az ilyen hozzáállást, hogy ellenség meg ellenfél. Mi itt együtt dolgozunk, együtt vagyunk, és ezt annak is be kell látni, aki nem olyan régóta lakik itt. Itt mi nem ellenségek vagyunk, hanem partnerek, és próbáljuk azokat a feszültségpontokat enyhíteni, ahol van, és ahol kialakul. Mert óhatatlan, hogy egy 21-es városban vannak dolgok, amely hátrányosan érint bizonyos embereket, és vannak, amelyek előnyösen. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. És mi lesz a MÁV-val, meg a repülőkkel? Mert aki a MÁV mellett lakik, az majd a MÁV-ot kéri, hogy építsenek alagutat, vagy nem tudom. Tehát azért ez néha az embereket nem nagyon értem. Meg a beköltözik valaki a reptér alá, szoktak ilyet kérni tőlem, hogy ezzel mit lehet csinálni. Hát mondom... Az volt talán a 2017-es közmeghallgatás témája, az, bár... Ne a proféta szóljon belőlem. Hogyha górcső alá vesszük a 2016-os évet, akkor még szerintem órákig beszélgethetnénk, hiszen ahogy említették, rengeteg minden történt. Nem azért, mert kevesebb jelentőséggel bír, hanem azért, hogy most már lekanyarítsuk ezt a stúdió beszélgetést. Ugye ebben az évben is, 2016-ban is volt nyári napközistábor, ingyenes nyári gyermekétkeztetés, karácsonyi csomagosztás, hogy csak a szociális érintettségű intézkedéseket említsem. Számos helyi rendezvény volt, amit már szinte fel se lehetne sorolni puskázás nélkül, hiszen hál' Istennek évről évre gyarapszik a számuk. Hát ezzel kapcsolatban annyit engedje meg szerkesztő asszony. Egyrészt ugye a gyermekétkeztetés főleg azoknak a gyermekeknek szól, akik tényleg nehéz és hátrányos helyzetűek, nehéz sorsúak, és nem szeretnénk, hogyha Magyarországon bárki is éhen maradna, vecsésen meg pláne ne maradjon éhen. Most senkit nem szeretnénk, de vecsésen meg pláne, mert ezért tudunk mit tenni. A karácsonyi csomagoknak az idősek más szociális réteg örül, és nagyon tudnak örülni, mert van, akire rá se nyitja az ajtót senki egész évben, és ez neki már program, nem csak azért, mert van benne alapélelmiszer, hanem azért, mert egyszerűen örül, hogy valaki szóba áll vele. Ez fontos dolog. A Szociális Bizottság minden tagja ezt viszi, csinálja, és fontos dolognak érezzük a nyári napközi dolog, meg kinőtte magát. Gyakorlatilag nagyon sok szülő ma már egyszerűen nem tudja megoldani, hogy hova tegye a gyermeket. Régen, amíg még falu voltunk, így idézőjelben, nagymama, nagypapa, otthon volt a család, ez könnyebben megoldható. Ma már ugye nagyon sok olyan betelepülő van, akiknek az időbeosztása nem teszi lehetővé egyszerűen, meg a család messze van távolnak, hogy nyáron 6 hetet a gyerekkel bár, tehát ez nagyon sok idő. És ezért támogatjuk ezt, hogy az ilyeneknek is lehessen nem túl sok pénzért kellemes és jó, hasznos foglalkozást a gyerekeknek biztosítani, ezért csináljuk ezt a nyári napközit, és ahogy tudjuk, mindig bővít család és segítő szolgálat, gondoskodik a jó programokról, meg a gyerekfelügyeletről. Tehát ezeket fontosnak érezzük, ugyanúgy, mint az egész civil szféra támogatását. Egyesületek, alapítványok, mindenféle civil szervezet össztámogatás, az majdnem attól függ, hogy milyen évet írunk, 80-100 millió forint közé esik, mert van sok egyéni kérvény, amit aztán későbbi elbírálás alapján támogatunk. Tehát fontos, hogy a város lakossága komfortosnak érezze ezt a kisvárost, és az anyagi lehetőségeinkhez képest ezért mi mindent elkövetünk, hogy ez így is legyen. Természetesen minden igényt nem fogunk tudni kielégíteni, de igyekszünk a magunk módján minél többet. Komfortosnak érezzék, eseménydúsnak érezzék, ugye ezért vannak a helyi rendezvények, biztonságosnak, itt beszélhetnénk ugye akkor a rendőrség, polgárőrség támogatásáról is. Sport eseményekben sem volt hiány a tavalyi év, hiszen az ökölvívó diáki olimpiát is itt rendezték meg, és még sorolhatnánk, hogy milyen helyi rendezvények hát voltak. Igen. Csak annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy néhány évvel ezelőtt még voltak olyan hangok, és kaptunk olyan kritikát, hogy nem nagyon tudnak itt mit csinálni a városba, szabadidőben, nyáron mondjuk. Hát azt gondolom, hogy aztán most már van mit csinálni, tehát bízom benne. Tehát megépült a kulturális központ, az ugye szervező, központi szervezője a programoknak, legyen színházi előadás, koncert, vagy nyári szabadtéri rendezvényről szó, de a fesztiválokban is ugye részt vesznek nyilván, és ez az önkormányzat is támogatja, van, amit saját erőből szervezünk, meg Mesefesztivál, Káposzta Fesztivál, és van sok olyan kezdeményezés, amit támogatunk. Civil kezdeményezés, egyesületi kezdeményezés, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy jól érezzék magat a vecsésiek, és akkor néhány százezer forinttal mindig hozzájárulunk az ilyen rendezvényekhez. Hát itt van a vecsési jégpálya, ilyen még nem volt.
Most van először jégpálya Vecsésen, és ez a karácsonyi vásárral együtt azon nagyon jó hangulatú és szép, tehát maga a mindenki karácsonya nagyon szép rendezvény volt, és hát a jégpálya azóta is üzemel. Igaz, hogy főleg kisgyerekek használhatják, de nagyon sokan megtanultak már itt is korcsolyázni. Többek között az én gyerekeim is voltak kint, ők is tanulgattak, és nagyon sok kisgyerek. Ahhoz képest egyébként amekkora az igény, tehát annyian nem járnak, ezt azért most látjuk, de bízunk benne, hogyha esetleg nagyobb pályát üzemeltettünk majd mondjuk a jövőben, akkor a felnőttek is jobban kiszoknak, hiszen nagyobb a mozgástér, és akkor lehetőség nyílik arra, hogy jégkorongozzanak. De hát ez is csak egy plusz szolgáltatás, ami egyébként nem is olcsó, hozzáteszem. Itt a városközpontban azért ez szerintem jól mutat, meg hasznos is. A nagyobb pályát viszont ide nem lehet felállítani. Viszont volt ebédsátor is, ami majd hogy nem Vecsés középpontja volt abban az időszakban. Reméljük, hogy ennek lesz majd folytatása, és reméljük, hogy Magyarország érintett lesz majd a következő Európa-bajnokságokon. Elmondtuk most az elmúlt percekben, hogy milyen sok szép és jó dolog történt 2016-ban itt Vecsésen. Elmondták, hogy milyen jövőbeni terveik vannak. Mi az, amivel kapcsolatban, és most még lehetnek önkritikusak, hiszen önmagukat kritizálják, és még van idejük arra, hogy ezt meg is valósítsák. Mi az, amivel kapcsolatban van hiányérzetük, hogy úgy látják, hogy eddig még nem nagyon volt rá lehetőség, de azon dolgoznak, hogy egyáltalán esélyt kapjanak annak a bizonyos dolognak a megvalósítására? Hát én abban látom egyrészt, hogy a MÁV és az állammal közösen a épületeket, a MÁV épületeket és környezetüket tovább tudjuk szépíteni és újítsuk meg. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom. Másrészt pedig az elkerülő úthálózatot szeretnénk befejezni, hogyha elkészül a 02-02-es út, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagyot léptünk előre azért, hogy a forgalom teljes mértékben el tudja kerülni a lakóterületet. Délről, keletről, nyugatról és északról, mindenhonnan. Hát ezek hasonlóképpen ezek az én álmaim is, mint amit polgármester úr megfogalmazott. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy végül a városnak legyen egy normál sportcsarnoka. Ez mindegyik szakosztálynak, itt nem csak a futballról beszélek, hanem az összes szakosztályról, amik mellettem működött 11 darab szakosztályról. Ez nagy álma, nagyon fontos lenne az egész városnak. Nagyon fontosnak tartanám azt, hogy az útépítéseink minél komplexebben tudjanak megvalósulni. Gondolok itt egyébként pont a patkarendezésre, a vízelvezetésnek a szükségességére, hogy minél komplexabban ezeket meg tudjuk valósítani. Ezt szeretnénk is, csak hát ennek mindig azért vannak anyagi kihatásai, vagy ha olyan komplexen szeretnénk megvalósítani mondjuk egy útépítést, mint hogy ezt az Ötvös utcában megtettük, akkor jóval kevesebb utcát tudnánk megépíteni, de hát erre szükség van, hiszen a városközpontnak egy nagyon fontos útszakasza. Ez nagyon fontos lenne, és hát ezzel összefüggésben nagyon jó lenne, hogyha egy olyan csapatot tudnánk fölállítani, akik egész évben azzal foglalatoskodnának, hogy rendeznék az árkokat, a csapadék vízelvezetést, akkor az útpatkát tudnák rendezni, amit régen mondjuk ilyen útkaparó brigádnak, vagy nem tudom, ilyen hasonlónak hívtak. Nagyon jó lenne, ha az egész városban egyet föl tudnánk állítani, hiszen azért több mint 80 kilométeres úthálózattal rendelkezünk, és hát nyilvánvalóan beszéltünk minél több szabadidős sportparknak a megvalósítása, tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne, és hát az, hogy maradjon pénzünk mindenre, és legyen nagyon stabil költségvetésünk, ez nagyon jó lenne. Ez eddig is így volt, de az lenne jó, ha még jobban az lenne. És hogy előrevetítsem egy következő stúdió beszélgetés témáját, 2016-ban volt még egy jubileum, hiszen Szlahó Csaba polgármester immáron 10. éve tölti be a polgármesteri posztot. Beszéljünk erről majd egy későbbi alkalommal, hogyan vezetné föl majd ezt a jövőbeni beszélgetést. Hát gyorsan eltelt, és remélem, hogy nem dolgoztunk hiába. És ezt a lakosság is így látja. Egyébként ezzel kapcsolatban mottom, amikor felálltam a katedráról, egy kicsit fellengzősen fogalmazva, tehát ott hagytam a tanári pályát, a polgármesterségét, akkor azt mondta nekem az egyik gyermek, hogy tanár úr, ha már itt hagy bennünket, akkor legalább tessék jó döntéseket hozni. Úgyhogy ezt tekintem vezérelvnek, úgyhogy ez egy jó mondás volt. Találkozott azóta ezzel a tanítvánnyal? Nem, de tudom a nevét, és majd egyszer elmondom neki. Kicsi volt, 5. vagy 6. gyermek, úgyhogy aranyosan mondta ezt, és ezt ugye a szívemre vettem. Meg úgy belevésődött a lelkembe, meg az agyamba is ez a mondat. És hát azt gondolom, hogy ennek az arcpolitikának kívánunk megfelelni. Próbálunk jó döntéseket hozni, hogy minél több embernek tessék itt a városban, és nekünk is természetes. Akkor további jó munkát kívánok, nem csak önnek, hanem az egész testületnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. 17 fellépése volt 2007-ben a Balla Péter Népdalkörnek, mely januárban tartotta évzáró évnyitó rendezvényét. A Népdalkör repertoárjában több mint 120 dal szerepel.
Hát, mint mindig eseménydús évünk volt ez is. Volt egy nagyon nagy rendezvényünk, ami az első alkalommal került megrendezésre, ez a Szomszédolás Folklor Fesztivális kiállítás. Erre készültünk elég komoly erőkkel. Már előző év októberétől pályázat útján is sikerült egy kis pénzt hozzá szereznünk, és ebben néptánccsoportok, népzenei együttesek és népdalkörök vettek részt a megyéből, vagy egy kicsit még távolabbról is. Ez volt a fő programunk, ezen kívül részt vettünk. Hát 16 egyéb fellépésünk volt, tehát összesen 17 volt az évben, és még egyet emelnék ki talán, ami a Tisza 83 Citra zenekarnak volt egy versenye, amin először vettünk részt, és rögtön fesztiváldíjat nyertünk, úgyhogy ebből kifolyólag aztán elmentünk a táborba is, két tagunk, egyik én voltam, másik pedig egyik kedves társam, egy leány, akivel együtt kipróbáltuk, hogy milyen is ez. Úgyhogy nagyon élménydús volt. Hát részt vettünk, legutolsó volt a Mindenki karácsonya, amin most először kértek fel bennünket. Az is egy nagyon szép színfoltja volt az év végének. Milyennek körvonalazódik ez az év? Mennyire lesz majd programokban sűrű? Igen, hát idénre is tervezzük ezt hagyományosan, ezt a Folklor Fesztivált, tehát ez a Szomszédolás, ez most második alkalommal is megrendezésre kerül, de idén kicsit később, október végére tervezzük. Ismét pályázunk rá, reméljük, hogy sikerül majd hozzá egy kis támogatást nyerni, tehát ez lesz, ami a legnagyobb lélegzetű, erre komolyan kell készülnünk, úgyhogy ez azért is választottuk ezt a későbbi időpontot, hogy legyen időnk felkészülni, de ezt megelőzően a július vége, július elején Felvidékre tervezünk egy körutat, ott még nem jártunk, úgyhogy olyan magyar lakta településeket fogunk végig látogatni, ahol a hagyományőrzés még mai napig is hát autentikus formájában él, tehát ott olyan népdalokat szeretnénk majd gyűjteni, amiből aztán itthon olyan csokrokat állítunk össze, ami arról a régióról, arról a vidékről szól. Úgyhogy 8 települést fogunk ott végigjárni, reméljük, hogy ez is egy nagy élmény lesz, ugyanúgy, mint a 3 erdély jutunk eddig. Hogyan zajlik egy ilyen népdalgyűjtés? Gondolom előre egyeztetett helyekre mennek, vagy pedig adhok jelleggel bevetérnek esetleg egy-egy idősebbek laktaházba, és akkor ott kérdezgetik őket a dalaikról? Hogyan rögzítik ezeket? Hát ennek a mikéntje azért annyira nem az én feladatom, hogy tudjam. Van erre nekünk egy megfelelő művészeti vezetőnk, aki egyébként Szekhami Ágnes is, ő valóban gyűjtött már Gyöngyös környéken, Gyöngyöspatán és környékén elsősorban népdalokat, tehát a Mátra vidékéről, azért énekelünk elsősorban ilyen összeállításokat, de idén már egyébként bemutattuk a Szatmári népdalcsokrunkat is, illetve idén tavaly évvégén, és hát azért folyamatosan más régiók népdalaival is bővülünk. Ez a népdalgyűjtés az úgy fog megvalósulni, azért főcsapás iránya az, hogy megbeszélt helyeken, megbeszélt csoportokkal, akik már felgyűjtöttek népdalokat, azoktól fogjuk hallani, de elképzelhető, hogy lesz egy ilyen idős néni is, aki énekel nekünk. Reméljük, hogy lesz ilyen is. Jelenleg hány dal szerepel körülbelül a Balla Péter népdalkör repertoárjában? Hát igen, ez azért tudni kell számszerűleg, úgy számszerűleg legalábbis egy dalcsokor, mert 25 dalcsokrunk van, és körülbelül olyan 15 egyéb olyan nemzeti érzületű dal, amit hát szeretettel énekelünk ünnepségeken, vagy olyan alkalmakon, ami nem kifejezetten népdalt kíván. Ez a 25 népdalcsokor, ez 4-5-6, akár 7 dalból is állhat, tehát azért ezt úgy meg kell szorozni legalább 5-tel, és akkor kijön egy olyan 125-130 dal, annyit biztosan tudunk, és ezt folyamatosan ugye gyakorolni kell, hogy ez olyan szinten legyen, hogy fel tudjunk vele lépni bármikor. Ez nem könnyű. Nem könnyű így szinten tartani, de próbáljuk azért. Minden alkalommal előveszünk egy-egy régebbit is, és tanulunk újakat is. Hol és mikor lesz majd a legközelebbi fellépésük? Húha, áprilisban az tuti, addig lehet, hogy még lesz valami, de április 23-án a Csili Művelődési Központban, a Népzenei Fesztiválon már meghívást kaptunk, ott mindig fellépünk, úgyhogy ez biztos, ez tuti. Többet még egyelőre nem tudok a tavaszra, de hát az augusztus 20-a is, reméljük, hogy a Mindenki karácsonya is marad most már, akkor úgy lesz a Szomszédolás Fesztivál. Tehát van már egy 5-6 olyan program, ami biztos. Február 4-én a Bálint Ágnes Kulturális Központban rendezték meg a 40. Vecsési Svábbát. A zenés táncos eseményen közel 300-an vettek részt.
fejlett szakaszokon ment keresztül ez a bál. A bál története a 70-es évek végére nyúlik vissza. Akkor kezdeményezte a honismereti kör, hogy egy kicsit összefogja azokat a fiatal embereket, akik felmerik vállalni a svábságukat, hiszen ez abban az időben azért nem volt ennyire egyértelmű, mint manapság. Ugye tudjuk, hogy a háború utáni időszak az a magyarországi németségnek milyen nehéz eseményeket és milyen sorsfordító dolgokat hozott, és nyilvánvalóan így azért nem volt ennyire egyértelmű ez. Elkezdték ezek a fiatalok a hagyományokat előszedni, a régi öltözéket, a régi táncszokásokat, és aztán a 80-as években alakultak nemzetiségi tánccsoportok is, mind gyerekekből álló, mind pedig felnőtt tánccsoport, amelyek mind ezt a hagyományt próbálták feléleszteni, tehát ezt a picit elhaló német nemzetiségi tánczene hagyományt. És ugye e köré szerveződött a bál, eleinte még kisebb létszámba, aztán néhány év után ez egyre népszerűbb lett, és már olyan nagy volt az érdeklődés, hogy Vecsésen nem is találtak helyszínt arra, hogy megfelelően meg tudják rendezni. Ezért Budapestre kellett úgymond száműzni a rendezvényt, és ott tartották több helyszínen is. Aztán a 26. sváb bál már ismét Vecsésen volt, az akkori falusi iskola Magrassalkovics általános iskola torna termében, és aztán egy darabig még váltakozó helyszínnel az Airport Hotelben, és aztán most végül mióta a Bálint Ágnes Kulturális Központ elkészült, most azóta már itt, és az idei évben is itt vagyunk. Voltak olyan időszakok, amikor nem is svábbálnak nevezték ezt a bált? Így van, a kezdet-kezdetén nem ismerték ezt svábbálnak hívni, én azt gondolom, hogy itt tényleg arról volt, hogy nem merték. Inkább hagyományőrző bál, valami ilyesmi elnevezést próbáltak, és aztán az ötödik svábbál környékén, tehát ugye a 80-as évek közepe táján kezdték el azt, hogy most már svábbálnak hívjuk, és azóta hivatalosan Vecsési svábbál a neve, de valójában az egész erről szólt, hogy a német nemzetiségi hagyományokat próbálták feléleszteni, tehát már az elejétől svábbá volt, csak nem így nevezték. Az öltözéket látjuk, a zenét halljuk, milyen más sváb hagyományok fedezhetők meg még fel ezen a bálon? Hát nyilván a táncok, tehát általában a műsorban, ami a fellépő csoportok műsora, hagyományőrző táncokat próbálnak bemutatni, és a zenei hagyomány is, tehát nyilván amit a zenekar játszik, legtöbbször Vecsési zenekar, a Brunner zenekar szolgáltatja a zenét, de volt már rá alkalom, hogy más zenekarok meghívott, más német nemzetiségi települések zenekarai játszottak, tehát ezzel is egyrészt színesítve a programot, másrészt meg picit a más hagyományokat is behozni, de mindenképpen törekszünk arra, meg törekednek a szervezők arra, hogy a hagyományos sváb zene kerüljön többségébe a bálon, hiszen ennek erről kell szólnia ennek a rendezvénynek. Annak van egy jelentősége, hogy miért pont most rendezik meg ezeket a bálokat február elején? Valamikor a legelején lett szerintem ez elhatározva. Ezt nyilván azok tudnák megmondani, akik az elsőket szervezték. Egyébként az első szervezések a honismereti körhöz köthetők, és elsősorban Doronét Szemmel Katalin, illetve Kevéné Maier Anikó voltak ennek a bálnak a főszervezői a kezdet-kezdetén. A báli időszak, a farsangi időszak az ilyen január-február tájéka, de nyilván ez minden évben változik, hogy pontosan meddig tart a farsang, viszont a február első hétvégéje az mindenképpen még a farsangi időszakhoz tartozik. Nagyon ritkán ez már az utolsó hétvégéje is egyben, és már a hambazó szerda követi, de ez viszonylag ritkán fordul elő, tehát gondolom ezért lett megcélozva ez a dátum, hogy mindenképpen a farsangi időszakban legyen, és ne a bőjti időszakban, mert a vallási hagyományok úgymond tiltják azt, hogy zenés mulatságot, esküvőt a bőjti időszakban tartsanak. És nyilván ilyenkor volt egy kis pihenő időszak is a svábok életében. Így van, régen az esküvők is erre az időszakra voltak úgymond szervezve, tervezve, tehát a téli időszak egyrészt ugye az ételeknek a tartósága szempontjából is kedvező, másrészt meg tényleg jobban ráértek, hiszen akik a mezőgazdasági munkából éltek, azoknak ez a téli időszak egy kicsit nyugalmasabb volt. A Lumpen társoport is részt vesz a sváb bálok szervezésében, ezúttal körülbelül hány fő van jelen itt a Bálint Ágnes Kulturális Központban? Nagy örömünkre, az idén nagyon sokan érdeklődnek a sváb bál után, úgyhogy most
most 292-en vagyunk. Lettünk volna még sokkal többen is, de sajnos a terem befogadó képessége nem engedi, hogy több főt tudjunk vendégül látni ma este. Mennyi ideig tart egy ilyen bálnak a megszervezése? Már gondolom, hogy azok, akik évről évre mindig itt vannak, mindig jelen vannak, azok várják, tudják nagyjából az időpontot is. Igen, hát a bál szervezését már jóval előbb el szoktuk kezdeni, hiszen meg kell terveznünk, hogy hogyan lesz a műsor, kik lesznek a fellépők, mit adjunk vacsorára a vendégeknek, egyeztetni a vacsorát a füttebisztróval, a tortát, és egyéb nagyon sok feladat van. Úgyhogy ez egy több hónapos munka, amit a csoport közösen végez, és hál' Isten, mivel sokan vagyunk, így azért nem olyan megerőltető a feladat. Ezúttal kik léptek fel? Az idén is, mint tavaly is, a Grassalkovics iskola Flinke Beine tánccsoportját láttuk vendégül, nagy örömünkre, illetve hívtunk egy sztárfelépőt is, hiszen mégis egy jubileumi bálról van szó, szerettük volna egy picit megkülönböztetni az eddigiektől, úgyhogy a sztárfelépőnk a Shramley Kings együttes lesz, és készítettünk még egy kis meglepetés anyagot is a vendégeknek, egy kis képes videós összeállítást az elmúlt 40 év sváb báljaiból. Van egy bizonyos törzs közönségünk, akik minden évben úgy, ahogy mondtad, jönnek és várják, de mindig vannak újak is, nagy örömünkre, sőt vannak olyanok is, akik igazából, hogy úgy mondjam, nem kapcsolódnak szorosan a nemzetiségi kultúrához, de mégis érdeklődnek ez irányba, és ez, őket is szívesen látjuk a bálon. Különleges ajándékkal készültek a szervezők a 40. Vecsési svábbár résztvevői számára. Egy összeállítást vetítettek le az elmúlt 4 évtized bájainak emlékeiből. Az összeállítást Halasi Mária és Varjú Zoltán készítette Pálfi Miklós felvételeiből. Most ebből láthatnak egy rövid részletet. We'll be right back.
Thank you.
Megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra a Vecsési Futballklub csapata. A pálya az edzési lehetőségeket azonban eléggé behatárolta a csapat számára. Egyelőre két taggal bővült, ami biztos, akiknek folyamatban van az átigazolásuk. További két személy még függőben van, akik Duna Haraszfiból jönnek. Ők most vannak megfigyelés alatt, illetve próbajátékon vesznek részt. Ma és szombaton eldől a sorsuk. Milyen pontokon kell erősíteni a jelenlegi csapatot? Hát, amit régen is elmondtam, a legfontosabb a csatárposzt. Egy előre tolt csatárt szerettünk volna, megszereztük. Ő már le van igazolva, ő a Tóth Attila nevű játékos, akkor egy Farkas Ádám nevű játékost Ausztriából igazoltunk, aki NB1-es múlttal rendelkezik, és ő egy ilyen irányító középpályás szerűség. Mi fogja majd jellemezni a csapatot? Nyilván az, hogy remélhetőleg minél több gólt lőjenek, és ez lesz a cél is, de a támadójáték híve egyébként? Hát természetesen a támadójáték híve vagyok. Most már sokkal jobban meg tudjuk valósítani. Érkezett egy góllövő csatár, mint az előbb elmondtam. Egy előkészítő, úgyhogy reméljük a sok gólt és a jó játékot is. Jelenleg hol és hogyan zajlanak a felkészülések? Hát a felkészülésben egy kis hiányérzetem van, az azt jelenti, hogy nincs pálya. Az azt jelenti, hogy pénteken Vasaspályán vagyunk, hétfőn a Halmi úti tornaterembe, és a köztes napokon pedig próbálunk, van a Halmi úton egy kis műfű, amit ki tudunk most már használni, eddig le volt fagyva, és a stadionon belül próbáljuk a futóedzéseket megcsinálni. Hogyan lehet így felkészülni, hiszen ugye azért van egy terület, amit az focistának majd egy-egy meccsen be kell futnia? Hát ez nehéz, mert mondom, hogy a pénteki nap, amikor nagy pályán tudunk gyakorolni, de ez nem lehet gond, mert kész futballistákról beszélünk, nem gyerekekről. Én úgy gondolom, hogy az első két bajnoki meccs annyiban fog rámenni erre a dologra, hogy nehezebb lesz a gépezet, nehezebben fog egy kicsit menni, de én úgy gondolom a második bajnoki után már toppon leszünk. Az első ellenfél a Nagykörös, a második ellenfél pedig a Maglód. Ez a két ellenfél. Minden ellenfél nehéz, tök mindegy, hogy most a bajnoki táblázat utolsó helyén vagy a közepén elején állnak, mindegyik nagyon nehéz, és idegenbe kezdünk, ami egy picit nehezíti a dolgot. Mennyire szokás az egyébként, hogy egy-egy ilyen meccs előtt megnézik az ellenfél mérkőzéseit videón például, és kielemzik? Hát ez nálunk annyiban nem igaz a kisebb csapatokra, hogy nincsenek meg a feltételek. Az azt jelenti, hogy nincs külön kamerásunk, aki elmegy a mérkőzésekre fölvenni, de mi emlékezetben azért tudjuk, nem igazoltak sokat, tudjuk, hogy kiket igazoltak, maradunk annál, ami itthon játszottunk velük, arra készülünk, 90%-ban megegyezik az a csapat, amikor itthon játszottunk velük. Arról viszont van felvételünk, hogy nemrég Szekszárdon játszott a csapat. Milyen volt ez a mérkőzés? Szekszárdi NB3-as csapat ellen játszottunk. Egy nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült mérkőzést játszottunk. Azt még el kell mondanom, hogy nagyon szívélyes vendéglátásba részesültünk. A szekszárdi vezetőség egy vacsorában kedveskedett nekünk. Mi úgy terveztük az utat, hogy pénteken játszunk, pénteken ott alszunk, mivel hogy későn játszottunk, ott alszunk, és reggel indulunk haza. Ehhez hozzájárult a Vecsési önkormányzat is, úgyhogy nagyon köszönjük nekik, nagyon-nagyon jól szolgált a felkészülést. Felsérülések vannak most a csapatban? Hát,
hogy az elején kezdjem, a Novák Alex az porcműtéten esett át, ami reményeink szerint a harmadik bajnoki mérkőzésre már hely tud állni. Van három sérültünk, a Molnár Zoli, a Rejdán és a fiam, a Gendur László, akiknek remélhetőleg a sérülésük 10 napon belül meggyógyul, és a bajnokira összetudunk állni. Aktívan kezdődött az év a vecsési kézilabdások számára. A szakosztályvezető szerint jó ütemben halad az alapozás, így felkészülten várják a soron következő mérkőzéseket. Az év második napján egyből elkezdtük az edzéseket, nagyon rövid a felkészülési időszak, ezért nem engedhetjük meg magunknak, hogy túl sokat pihenjünk, és különben is le kell dolgozni a karácsonyi beiglit. Másodikán erőlíti edzéssel kezdtek a fiúk, a lányok egy kicsit többet pihentek, de a következő hétfőjén ők is elkezdték a munkát, és azóta gyakorlatilag megállás nélkül folynak az alapozások és a felkészülő munkák. Milyen mérkőzések várhatóak a közeljövőben? A fiúknál elkezdődött a megyebajnokság a múlt hét végén. Megvolt az első idei mérkőzésünk, győzelemmel tudtuk le. Vasárnap lesz a második. Az NB1B bajnoki szezon az február első hétvégéjén kezdődik. Az NB2-es szezon pedig azt követő héten, tehát február második hétvégéjén kezdődik. Hogy látja egyébként, hogy mennyire felkészült a csapat? Én úgy gondolom, hogy az alapozás nagyon jól sikerül, bár sajnálatos módon néhány betegség közbe jött, de az egészségesek azok nagyon kemény munkát végeznek, hiszen mondtam, hogy elég rövid az időszak, ezért bele kell adni apait, anyait, hogy teljes felkészülten tudjunk a bajnoki szezonra fölállni. Ilyenkor szezon közben mennyire van mozgolódás a csapat összetételét illetően? Mindig van mozgolódás, az idén is a fiúknál és lányoknál is elég komoly átalakulás történt. A fiúknál 4-5 fő mozgott, új játékosok is érkeztek, illetve a korábbi keretből távoztak, vagy kölcsönadással, vagy egyéb eligazolással, de 4-5 fő változott. A mögöttem lévő hölgyeknél is 4 új játékos érkezett, és 4 távozott a csapatból. Milyen csapatok ellen készülnek most a fiúk, lányok? Vasárnap 19 órakor a mögöttem lévő csarnokban Újhartyány ellen lép pályára a fiú felnőtt férfi megyecsapat. Február első hetében pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia játékosait fogadjuk az ülői csarnokban. Ez lesz a szezonnyitója az NB1B-s bajnokságnak. Az iskolákban azonban már kiosztották a félévi bizonyítványokat. Ilyenkor fél évkor mennyire nagy a lemorzsolódás a kicsiket illetően, akik még csak szivaslabdával kezdték? Nincs, hál' Istennek nincs lemorzsolódás. Néhány szülő próbálja a jobb tanulás érdekében, vagy jobb eredmény érdekében megvonni az edzést a gyermektől, de ezt ők komolyan veszik, és amikor jobb jegyet hoznak, akkor visszatérhetnek közénk, de nagy lemorzsolódás szerencsére nincsen. Ilyen kisebb korban, általános iskolás korban, amikor még csak szivacs kézilabdáznak, felfedezhetőek-e már tehetséget, vagy ilyenkor esetleg még korai lenne ezt kijelenteni? Én azt gondolom, hogy felfedezhetők tehetségek. A labda szeretet, a labda érzék, a gömbérzék az kijön már ebben a korban. A motorikus képességek kijönnek, a egyensúlyérzék és a koordinációs képességek már mutatják, hogy ki az, aki született tehetség, de aki nem az, ebben a korban még tanulható képességek ezek, úgyhogy bárkiből lehet még a későbbiekben nagyon szorgos munkával kiváló, ellenére, hogy még akár a jelen pillanatban még úgy tűnik, hogy nem túl ügyes. Vetítsünk egy potenciális jövőképet így a szülők elé, hogy akár innen egy vecsési iskolából egy szivacs kézilabda edzésről hová lehet eljutni? Ki tudna emelni esetleg olyan embert az elmúlt 1-2 évből, aki a lehető legfőjebb vitte? Számos példát tudok mondani, akik magasabb osztályba igazoltak, fiúk, lányok,
a legbüszkébb akkor voltam, amikor egy mögöttem lévő lánykorosztályból öt főt vettek fel a nemzeti kézilabda éppen induló korosztály vagy évfolyamába, a 20. Országos szinten 20 fő közé becsésről 5 fő került be. Ők elég jól meg is állták a helyüket, de mai napig játszanak vecsési nevelésű játékosok NB1-es csapatokban, úgy, mint példának mondom a Tatabányát, ahol a NB1-es bajnokság harmadik helyezettje játszanak vecsési születésű játékosok, de más NB1-es csapatban is megtalálható vecsési nevelésű játékos. Meg lehet határozni, hogy a vecsési csapatoknak mi az erőssége? Ki lehet emelni bármit, hogyha a vecsési csapat szó elhangzik egy kézilabda mérkőzés előtt, hogy ő lesz az ellenfél, akkor van-e esetleg valamilyen pozitív előítélet velünk szemben? Én azt gondolom, hogy mind a fiúk, mind a lányok, a kicsik, nagyok, a gyermekkorosztály nagyon jó képzett játékosokból áll, ezért az ellenfeleink soha nem tudhatják, hogy nem lehetnek biztosak abban, hogy sima nyereség, vagy simán fognak nyerni ellenünk, hiszen én azt gondolom, hogy bárkit bármikor meg tudnak szorítani, ha egy jó napot fognak ki a csapataink. Köszönöm figyelmüket, Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorát látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Addig is töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!